Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora április 19-én szerdán. Hétfőn a Nyíregyházi Egyetem vendége volt Surányi György, volt jegybankelnök. A közgazdász egyetemi tanár a Covid utáni és a háború alatti gazdaságpolitika lehetőségéről tartott előadást, aztán pedig hosszabb interjút adott televíziónak. Ezt is láthatják hamarosan, nézzük a kínálatot. Fejlődő Ajak intézményeinek működtetésére és fejlesztésekre is jut forrás idén. A gazdaságpolitika lehetőségei, Surányi György tartott előadást az egyetemen. Fejlesztésekre és fenntartásra is van fedezett Ajak 2023-as költségvetésében. Az Ady Endre út és a négyes főút közötti útszakasz építése, az élhetőbb Ajakért program finanszírozása is szerepel a büdzsében. Összesen csaknem 1,7 milliárd forint a főösszeg. A részletekről kérdezem Ragány Andrén polgármestert. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Mielőtt belevágnánk a 2023-as évbe, kicsit beszéljünk a 2022-esről is, mert nem akármilyen volt ez a 2022-es év az önkormányzatok számára is, főleg az ősz, amikor ugye az energiaárak az égbe emelkedtek, és nagyon nehéz volt jól gazdálkodni. De hogyan érintette Ajak önkormányzatát, települését az, hogy ilyen magasak voltak az energiaárak? Kellett-e mondjuk ideiglenesen bezárni intézményeket emiatt? Igen, sajnos kellett. Nagyon megnehezítette az életünket az energiaválság. Össze is dugtunk a fejünket, hogy tudunk spórolni, és minden lehetséges eszközzel próbáltunk is megtakarításokat eredményezni. Hát ugye a fűtési költség volt az, amin drasztikusan próbáltunk változtatni, mégpedig a következőképpen intézményeket zártunk be, ahogy ön is mondtam, illetve a gáz felhasználást próbáltuk mellőzni, különböző kis elektromos paneleket vásároltunk, azzal fűtöttük a hivatalt, illetőleg azokat a közintézményeket, amelyeknek a működését mindenképpen szerettük volna fenntartani. Emellett természetesen más megtakarítási módot is próbáltunk megvalósítani a Pétertól égett területén, ami tulajdonképpen már egy kis városközpontunk is. Az éjszakai világítást lekapcsoltuk, minden olyan jellegű intézkedést próbáltunk megvalósítani, amivel picit tudtunk a költségeken faragni. Mert ez a kettő legnehezebb, a fűtés, a gázszámla, meg a villanyszámla, gondolom, ami problémát okozta. Mennyire kellett időben ezt a megtakarítást fenntartani? Tehát úgy értem, hogy van-e már olyan intézmény, amit be kellett zárni, de most hogy jön a tavasz, kinyithat újra? Tulajdonképpen a könyvtár és a kultúraháza épületét érintette ilyen szinten drasztikusan. Természetesen a könyvtárunkat mindenképpen szerettük volna továbbra is üzemeltetni, de ott a fűtéssel nagyon nagy bajban voltunk, a könyvtáros kolléganőnk egy pici helyiségbe húzódott össze, és ott is a kis elektromos panelt próbáltuk használni. Nyilván kellett a legalább 18 fok, de igazából sokszor még a 18 fokot sem ért el a hőmérséklet. Nagyon vártuk már most a tavaszt, meg jöjjön a jó idő, hogy legalább ugye ezzel is akkor előrébb legyünk, úgyhogy bízunk benne, hogy most ez a hűvösebb április lassan megszűnik, és végleg akkor elzárhatjuk az elektromos paneleket is. Kicsit akkor beszéljünk az ez évi költségvetésről. Ugye nyilván gondolom, hogy azt is figyelembe kellett venni, hogy ebben az évben ki tudja, hogy milyen gázárak, meg villanyárak mellett kell üzemeltetni az intézményeket. Hogyan sikerült úgy összerakni a költségvetést, hogy minden lejusson, ami fontos? Nagyon szűkös az idei költségvetés, és nyilván érezteti hatását az elmúlt évi gazdasági válság vagy energiaválság. Próbáltunk minden olyan jellegű beruházást megvalósítani, folytatni, ami a tavalyi évben kezdődött. Itt legyenek akár kisebb jellegű felújítási munkák, vagy nagyobb jellegű projektek. Én bízom benne, hogy a szűkös költségvetésünk ellenére mindent meg fogunk tudni valósítani. Nagyon törekszünk rá, és azt gondolom, hogy év végével olyan jellegű beruházást tudunk majd felmutatni, amire az egész település büszke lehet. A költségvetésben azt olvasva láttam, hogy az Ady Endre út és a négyes főút közötti útszakasznak a felújítása szerepel a tervek között. Miért van erre szükség, és mekkora volumenű ez a beruházás? Tulajdonképpen ez nem is felújítás, hanem ez egy útépítés. Több okból is nagyon fontos volt, és hogyha minden igaz, talán májusban már el is kezdődik maga a fizikai megvalósítása is. Ajaknak aszfaltos útja, ami a településről kivezett, ez ideig csak egy volt. Úgyhogy az, hogy ez az út meg fog épülni,
Már csak emiatt is nagyon fontos. Bízunk benne, hogy soha nem lesz arra szükség, hogy bármilyen menekülési szempontból, de erre igény legyen. Mindamellett a településnek azok a lakói, akik településnek azon az oldalán élnek, nem kell majd, hogy kerüljenek, illetve tehermentesíti azokat az utakat is, amin most viszonylag nagy forgalmú tehergépjármű és nagy tömegű gépjárművek közlekednek, úgyhogy a lakók nagyon várják, mi is nagyon várjuk, és bízunk benne, hogy a beruházás sikeres lesz, és talán már nyár végével, ősz elejével forgalomba is tudjuk majd helyezni. És milyen műszaki tartalommal és milyen költségek mellett épül ez meg? Ez az útszakasz körülbelül 2600 méteres, 4 méter széles aszfaltút, mind a két oldalt megtámasztva a műszaki előírásoknak megfelelő támasztó anyagokkal. Megmondom őszintén, hogy konkrétan mivel azt most nem is tudom. Azt tudják a mérnökök. Azt tudják a mérnökök, így van, és mellette pedig természetesen csapadékvízelvezető árok is lesz, hogy a lehulló csapadék ne okozzon majd későbbiekben kárt az út felszínében. Ez uniós forrásból épül meg? Ez egy VP-s pályázat, nem uniós. Ez egy hazai finanszírozású pályázat, és ennek keretében valósítjuk meg. És mikorra készülhet ez el? Remélem, hogy ősz elejére. Akkor viszonylag gyorsan elkészül, igen. És akkor ez egyfajta tehermentesítés is lett a település számára. A másik, amit olvastam, ez az Élhető Ajakért program. Pontosan mit akar ez? Mi szerepel benne? Ez már egy uniós pályázat. A mi szempontunkat nézve egy hármas beruházást foglal magában. Egy projekt keretében, de három nagyobb jellegű beruházást kívánnánk ebből megvalósítani. Ennek a nagyobbik részét egy csapadékvízelvezetés foglalja magában. A körülbelül 700 milliós uniós forrásból nagyjából 400 millió forintot fog ez magába foglalni. Ami azt jelenti, hogy több olyan útszakasz, ahol jelenleg még a csapadékvíz, a lehulló csapadékvíz problémát okoz, próbálnánk olyan formában elvezetni, ami természetesen mindenki számára a lehető legesztétikusabb és műszaki szempontból is megfelelő. A másik két része pedig ennek a projektnek egy-egy park és sétánynak a megvalósítása. A Tulipán utcának egy szakaszát szeretnénk füves, parkos térkővel és különböző kandelláberrel, napelemmel ellátott parkká alakítani, ami nem csak nekünk lenne jó, de a velünk szemben lévő templomban lévő különböző kültéri eseményeknek is helyszínéül szolgálhat. A harmadik része pedig egy sétánynak a kialakítása, ami a Péter tólig etett, ugye a mi kis város központunkat kötni össze a Bocskai úttal. Mekkora problémát okoz a csapadékvíz vagy a belvíz a településen? Gondolom, emiatt is fontos, hogy az ingatlanokból ne folyjon be a lehullott csapadék. Elég nagy gondot okoz. Ez a projekt most egy csapadékvíz elvezetéses projekt kettes ütemem. Korábban már néhány szakaszt felújítottunk, most 3-4 olyan útszakasz kerül ebbe a projektbe, ami az itt kialakult problémákat orvosolná. És sajnos van még a településünknek olyan útszakasza, ami szintén ilyen szempontból felújításra szorul. Bízunk benne, hogy a jövőben erre is találunk majd forrást. Gazdasági szempontból hogyan áll most Ajak? Tudom, hogy ugye a hűtőház, ami egy fontos elem lehet, de mi az, ami az irányt szabja Ajakon ilyen tekintetben? Ott keresnek Ajakon és környékén munkát az ott élők, vagy inkább csak lakni jönnek Ajakra, és a Kisvárdára, Nyíregyházára, vagy más városba mennek dolgozni? Mit tapasztal? Azt tapasztaltam, hogy nagyon szeretnek az emberek Ajakon lakni. Az elmúlt pár évben nagyon sokan is költöznek Ajakra, főleg fiatal házaspárok, kisgyerekes házaspárok, mert a mi kis városunk azt gondolom, hogy mindezek ellenére nagyon dinamikusan fejlődik, viszont munkalehetőség sajnos településünkön
kevés van. Általában a szomszédos kisvárosban, Kisvárdán, Nyíregyházán próbálnak elhelyezkedni. De mindent igyekszünk mi is megtenni annak érdekében, hogy akár a felnövekvő generációt, akár az ide költözőket is itt tartsuk, és lehetőség szerint a lehető legtöbb munkahelyet teremtsük meg mi is helyben. Megéri esetleg olyan ipari területeket kijelölni, ahova a befektetőket várnak, vagy más az irány a ajaknak, tehát igazából nem az ipari fejlesztés az, ami a jövőt adhatja. Mi az ipari fejlesztésben jelenleg nem gondolkodunk, de a jövőben akár ez is cél lehet. Mert ugye közel van Kisvárda, nyilván vele nehéz versenyezni, vagy Nyíregyházával nehéz ilyen tekintetben versenyezni. Azért is kérdezem ezt, mert ugye fontos, ugye, hogyha ott laknak a családok, akkor, és van munkalehetőség is, mert nyilvánvalóan akkor valahol azért dolgoznak, a kisgyerekesek, akkor kell bölcsőre, kell óvoda, kell iskola, ebben hogyan állnak most? Van iskolánk, van óvodánk és van bölcsődénk, és hála jó Istennek azt tapasztaljuk az elmúlt években, hogy a gyerek létszám, ha minimálisan ugyan, de növekszik. Úgyhogy bízunk benne, hogy csoportokat tudunk majd bővíteni. Ez a célunk. Jelenleg 1-2 óvodai csoportunk van egy-egy évfolyamon. Korábban, visszatekintve néhány évtizeddel ezelőttre, ahhoz képest sajnos jócskán megcsökkent, vagy megcsappant a gyermeklétszám, de talán a kormányzat családpolitikájának is köszönhetően egyre többen vállalnak gyereket, és ahogy mondtam, gyerekes családok is költöznek településünkre, úgyhogy bízok benne, hogy az óvodánk, iskolánk, bölcsődénk ilyen szempontból biztonságban van. A kezdet szerint akkor ingatlant is lehet vásárolni, tehát van még eladó ház, terek, ahol építkezni lehet. Lehet vásárolni, és azt is nyugodt szívvel tudom mondani, hogyha ajakon eladó ingatlan kerül a piacra, hál' Istennek rövid időn belül el is kell. Nálunk is tipikus még a kádárkocka, de nagyon szívesen vásárolják a fiatalok is, nagyon szuperül felújítják, és nagyon jól érzik magukat benne. Ha már szóba került ugye a város, meg az, hogy mi egyre többen költöznek oda, akkor beszéljünk arról, hogy nagyon jeles évforduló az idei, hiszen jubileumot ül Ajak városa. Így van, idén lesz 10 éve, hogy Ajakot várossá avatták. Készülünk is erre. Sajnos a szűkös büdzsé nem biztos, hogy lehetőséget fog teremteni arra, hogy úgy valósítsuk meg ezt a rendezvényt, ahogy mi nagyon szeretnénk, de mindig törekszünk arra, hogy a lehető legszínvonalasabb legyen. Július 28-án, 29-én városnapunk keretében szeretnénk egy olyan jellegű fesztivált, ami természetesen magában foglalná a jubileumi ünneplést is. Vannak esetleg már megismerhető részletek? Sztár vendégünk már van, lefoglaltuk már a fellépő együtteseket is, de még a program teljes mértékben nem állt össze, úgyhogy bízunk benne, hogy májusra már ténylegesen rendelkezünk egy olyan programmal, amit fogunk is tudni terjeszteni Facebookon, honlapon, és az ajakiak is, meg az érdeklődők is majd izgatottan készülnek rá, és el fognak látogatni a rendezvényre. Tavaly évben volt szerencsém részt venni a városnapi ünnepségen, annak a szombati napján, hogy akkor pénteken volt egy nagy vihar, amiatt az akkori esti nagy koncert ugyan elmaradt, de nagyon jó hangulatú volt, és én azt tapasztaltam, hogy akik ott voltak, szívesen jöttek, szóval nem csak azért jöttek, mert hogy na, kötelező eljönni, vagy bármi, hanem valóban ott egy jó városi közösség alakult ki, sőt, nagyon sok vendég volt, akár a környező településekről, akár külföldről is. Idén is tervezzük meghívni a külföldi testvértelepüléseinket Lengyelországból, Szlovákiából, Erdélyből. Bízunk benne, hogy minden testvértelepülést vendégül is tudunk látni, és hát nem csak a testvértelepüléseket várjuk, hanem mindenkit, aki szívesen ellátogatna a településünkre. Várunk mindenkit nagy szeretettel. Nagyon sok település megirigyelni ezt a Péter-tó, Liget és környékét, tényleg nagyon szép és jól néz ki. Hogy vált be? Ez egy nagyon nagy projekt volt, mindenki örült neki, mikor elkészült. A hozzáfűzött reményeket igazolta ez a beruházás? Igen, és azt látjuk, hogy egyre több embert vonz. Két játszóteret is sikerült ott kialakítanunk, és nagy örömünkre ugye a gyerekek zsonganak, főleg amikor már jó idő van, akkor látjuk, hogy nagy örömmel veszik birtokukba, a szülők is jönnek.
A játszótér mellett pedig már most elmondható, több mint egy éve megnyitottuk a Liget nevű bisztrónkat, úgyhogy nem csak a gyerekek élvezik a játszótér nyújtotta lehetőségeket, de a felnőttek, a szülők is el tudnak fogyasztani egy finom üdítőt, kávét, szendvicset, úgyhogy várjuk a Ligetbe is az érdeklődőket és a vendégeket nagy szeretettel. Sok mindenről beszéltünk. Van-e még olyan terv, ami ha nem is ebben az évben, de mondjuk az előkészítése elindulhat, és a jövő év valamelyik, vagy a következő évben valósulhat meg, de fontos lehet a JAK tekintetében? Igen, nagyon nagy tervekkel készülünk, ami tulajdonképpen az energiaválság hatása. Szeretnénk függetlenedni a földgáztól. Jelenleg a tervek vannak folyamatban arra vonatkozóan, hogy a Péter-tót területén lévő közintézmények termál víz energiájával kerüljenek majd fűtésre, illetőleg nem csak a Péter-tó területén lévő közintézmények, hanem a centrumban lévő óvodánk, iskolánk, egészségügyi házunk is. Ez egy nagyszobású projekt, amihez pályázati forrást kell találnunk, de jelenleg ezen dolgozunk. Pont a múlt héten volt kint egy tervezőmérnök, aki felmérte a helyszíneket, mindenfajta adatokat kért, szolgáltattunk is, és bízunk benne, hogy ez a projektünk, ha idén nem is, de a közeljövőben meg fog valósulni. Akkor ezek szerint jó a víz a ajak alatt, tehát olyan alkalmas arra, hogy az a fűtsék az intézményeket. Így van. Ez egy nagyon nehéz műszaki probléma, legalábbis én olvastam, hogy azért ez komoly odafigyelést igényel, de nagyon hatékony lehet, hogy a sikerül megcsinálni. Önök is ebben bíznak, hogy akár nullára lehet redukálni? Nagyon bízunk benne, és ez a cél. Ez a cél. Igen. Mi szükséges, még a forrás kell, igaz, elsősorban? Elsősorban a forrás. Így van már becslés arra, hogy ez mennyibe kerülhet esetleg? Igen, körülbelül 7-800 millió forint. Az, és akkor, hogyha van uniós forrásra, akkor akár az abból is, mert nyilván önerőből ez egy óriási dolog. Önerőből nem tudnám megvalósítani, úgyhogy igyekszünk pályázati forrást találni rá. Akkor még visszatérve erre az évre, a végére csak annyit, hogy akkor beszéltünk már a költségvetésről, beszéltünk, hogy nyáron mivel várják a látogatókat. Van-e őszre még valami olyan, amit szívesen említene, ami esetleg a térségben élőknek is érdekes lehet? Mindig vannak kisebb-nagyobb rendezvényeink, ősszel is szavalóversennyel és kulturális rendezvényekkel készülünk, de ami talán az őszi vagy téli időszakban ajakon jellemző, ugye mindig a vallási ünnepek kapcsán is próbálunk kicsit előbbre mutatni, vagy összefogni az ott élőkkel, és az önkormányzat és a vallás kapcsolatát mindinkább szorosabbra fűzni, mert hagyománnyá vált nálunk, ami tulajdonképpen a pandémia hatása, a téli decemberi közös kántálás, ami ugyanaz év utolsó hónapjában valósul meg, de nagyon szép és hagyománnyá vált kis rendezvényünk. Erre is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Nézzék meg, hogy ajakon milyen a közös kántálás. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én köszönöm. Folytassuk más témával, forró témákról, a Covid utáni és a háború alatti magyar gazdaságpolitika lehetőségeiről tartott előadást a napokban Surányi György volt jegybankelnök. A közgazdász egyetemi tanár nevéhez fűződik többek között az 1995-ös kiigazító program miatt felszökő infláció leszorítása és a forint csúszó leértékelése. Azóta is gyakran megszólal aktuális kérdésekben, Surányi György hosszabb interjút adott televíziónak. Surányi György nyíregyházi előadását és a vele készült interjút is azzal kezdte, hogy álláspontja szerint a gazdasági nehézségek nem a járvány és a háború miatt alakultak ki Magyarországon, hanem már 2017-ben lehetett látni a megtorpanás előjeleit. 2017-ben egy gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre a kormány, az úgynevezett nagynyomású gazdaságpolitika irányába lépett, ami koncentráltan, összehangoltan a költségvetés, a jövedelempolitika és a monetáris politika eszközrendszerével a kereslet növelését helyezte a középpontba. Olyan keresletnövelést, ami mögött nem volt ekvivalens teljesítmény. Ennek következtében túlkereslet, túlfűtöttség jött létre a magyar gazdaságban. Első menetben láthatóan gyorsult a növekedés, de a növekedés gyorsulás nem egy egyensúlyi pályán tapasztalható gyorsulás volt, hanem fokozatosan elkezdtek romlani a pénzügyi egyensúlyi mutatók. Először nyilván nem látványosan, az infláció évente 1,5%-kal gyorsult,
a külső egyensúly évről évre a GDP-ben mérve 1,5%-kal, 2%-vel romlott, a költségvetés a teljesítményhez képest relatíve túl expanzív volt, és mindezek hatására valóban 2020 elején a pandémia előtt már 4,7%-os inflációt lehetett rögzíteni, 2022. februárban pedig az orosz, a szörnyű orosz háború előtt már 8,4% volt az infláció, a külső egyensúlyi többlet leolvadt, először csak a többlet olvadt le, majd 2019, 21 és 22-ben egyre nagyobb deficit jött létre. Természetesen ezeknek a számoknak a romlásához hozzátettek a kedvezőtlen külső hatások is, de azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottan azt lehet mondani, hogy ezeknek a külső egyensúly romlás és az infláció példátlan gyorsulásának legfeljebb a fele az, amit extra külső tényezőkkel lehet magyarázni. A Covid előtt és utána is nagyon kedvező gazdasági adatokat lehetett látni a magyar gazdaságban. Csökkent a munkanélküliség és nőtt a GDP. De a közgazdász szerint a hazai termelékenység mértéke nem tartott lépést a bérekkel. Kétségkívül mérhetően javuló körülményeket lehetett látni. Valóban nőtt a foglalkoztatás, csökkent a munkanélküliség, emelkedtek a reálbérek. Mindig az a kérdés, hogy ezen kedvező folyamatok egyensúlyi, fenntartható növekedési pályán mennek-e végbe, és a válasz az az, hogy sajnálatosan 2017 elejétől ezek az egyensúlyi mutatók, ami ezeknek a kedvező folyamatoknak a fenntarthatóságát biztosítják, ezek nem voltak jelen. Fokozatosan romlottak ezek a mutatók, amelyek aztán 2021-22-ben már nagyon látványos romlásba mentek. Fontos kérdés lehet, hogy az egyre bővülő külföldi befektetések mennyire tudják javítani a magyar gazdaság eredményeit. Ezek kedvezőek a magyar gazdaság szempontjából, hozzájárulnak a felzárkózáshoz, foglalkoztatáshoz, a bérek növekedéséhez, az adóbevételek növekedéséhez. Tehát általában a válasz az az, hogy igen. Ha specifikusan nézzük, akkor nyilván vannak olyan szempontok, amelyek nem egyértelműen kedvezőek. Ilyen lehet az, hogyha túl sok kedvezményt adunk ahhoz, hogy ide jöjjenek, és ennek következtében a magyar adófizető szempontjából nagyon lassan, vagy akár nem is térül meg esetleg egy ilyen beruházás. A másik pedig, hogyha olyan beruházásokat támogatnak, vagy olyan beruházásokat hozunk ide, szívunk ide, amelyeknek a környezetvédelmi, energetikai, foglalkoztatási vonatkozásai komoly kérdőjeleket vannak maguk után, mert hogy ha olyan beruházások jönnek tömegesen, itt a mérték nagyon fontos egyébként, amelyeknek kiugró energiaigénye, kiugró vízigénye van környezetvédelmi szempontból, nagyon-nagyon komoly és szigorú ellenőrzést igényel, hogy ne legyen káros hatása, akkor, és ennek következtében a nettó exportja az meglehetősen kicsi, ezek nem járulnak hozzá ahhoz a pozitív folyamathoz, amiről az előbb beszéltem. Vannak olyan nézőpontok is, hogy a külföldi befektetéseknél kifizetett állami támogatások egy részét inkább a magyar kis- és középvállalkozások támogatására kellene használni. Surányi György szerint ez nem ilyen egyszerű kérdés. Szükség van arra, hogy külföldi tőke is jöjjön be a magyar gazdaságba, hozzájáruljon a felzárkózáshoz, korszerűsödéshez, a világkereskedelembe, világgazdaságba való mélyebb beágyazottsághoz. Ami a magyar szereplők támogatását illeti, itt sem arról van szó, hogyha a magyar vállalkozásokat támogatjuk, az eredendően mindig pozitív, nem. Arról van szó, hogy egyrészt számomra nagyon kérdéses az, hogy a versenyszektorban szabad-e vissza nem térítendő támogatást adni vállalkozásoknak. Attól tartok, hogy a vissza nem térítendő támogatások vagy azt eredményezik, hogy olyan vállalkozások, olyan fejlesztések jutnak forráshoz, amelyek nem versenyképesek,
vagyis ha versenyképesek, akkor a vállalkozó zsebébe megy indokolatlanul. Harmadrészt nagyon fontos, hogy milyen irányba megy a támogatás. Ha a támogatásnak jelentékeny része a belföldi piacot célozza, az nincs összhangban a magyar gazdaság fenntartható növekedésével. A magyar gazdaság fenntartható növekedése, növekedésének exportvezérelt, exportra irányuló beruházás vezéreltnek, és exportra irányuló külföldi tőkebeáramlásnak kell lenni. Ez nem azt jelenti, hogy máshova nem lehet beruházni, nem lehet fejleszteni, nem szabad fejleszteni, nem. De főként ebben az irányban kell menni, mert csak ez tud hosszú távon fenntartható pályát biztosítani. Ehhez pedig létfontosságú az oktatás színvonalának emelése. Semmilyen felzárkózás sem egyetlen országnak a világon nem sikerült anélkül, hogy komoly fejlesztéseket, komoly erőforrásokat ne csoportosítottak volna az oktatásba. A mai világban ez végképp így van. A digitalizáció korában olyan technológiai kihívások vannak, olyan irányokba kell elmenni, amit csak magasan, jól képzett emberekkel lehetséges. Úgyhogy ez egy nagyon komoly adósság a magyar gazdaságpolitikának, társadalompolitikának, nem csak az elmúlt 12 évben, hanem az elmúlt 20-25 évben is. Nagy kérdés, hogy milyen mértékben és milyen formában lehet külföldi munkaerőt beengedni a magyar piacra, ha már képzett magyar dolgozó szabadon nincs a cégek számára. A magyar demográfiai helyzet, ez nem titok senkinek, kedvezőtlen. A ratkó generáció ezekben az években esik ki a munkaerőpiacról, az utánuk jövő generációk létszáma nagyjából a fele. Ennek következtében már az is komoly kihívás 5-10 év horizontján, hogy ne csökkenjen a munkakínálat a magyar gazdaságban. Ahhoz, hogy ne csökkenjen, azt ebben a megközelítésben valószínűleg csak úgy lehet elérni, hogyha a külföldi munkaerő is bekapcsolódik, hogy honnan, milyen feltételekkel, ezt nagyon körültekintően kell kezelni. A közgazdász arról is beszélt kérdésünkre, hogy rövid és középtávon milyen jövővel számolhatnak a magyar családok. Nem vagyok nagyon optimista abból a szempontból, hogy ha egyensúlyőrző pályán akar haladni a gazdaságpolitika, akkor az elkövetkező 2-3 évben milyen növekedésre lehet számítani. Egyensúlyőrző pályán nem hiszem, hogy évi 1-2%-nál jobban lehetne növekedni, ami azzal is jár, hogy az egyensúlyőrző pálya ilyen szempontból rövid távon nem fogja a családokat abban az irányba vinni, hogy új fejlesztéseket, költekezéseket, komoly lakásberuházásokat kezdjenek meg. Azt látni kell, hogy ha egy ország olyan mértékben egyensúlyt veszít a gazdaságban, mint az elmúlt 2-3 évben Magyarország, akkorára nő a külső egyensúly hiánya, olyan infláció jön, emögött egy akkora luk van a költségvetésben, akkor ezt fájdalommentesen attól tartok, hogy nem lehet kezelni. Tehát ilyen szempontból a magyar családoknak, a magyar embereknek átlagosan nem tartom valószínűleg, hogy az elkövetkező 2-3 év lesz a legjobb az elmúlt 30-ból. Surányi György azzal zárta, hogy a magyar gazdaság rövid és középtávú jövőjét jelentősen fogja befolyásolni pozitív irányba, ha lezárják a vitát az Európai Bizottsággal az uniós támogatások ügyében. Az európai források nem csak kellő tőkét jelentenek a hazai fejlesztésekhez, de a pénzpiacok bizalmát is erősítik. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket ezzel a műsorral. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!